Abba ne hagyják, mi? Ki van versenyben most? Ti vagy dobnák föl, ki vattak? Ti vagytok? Most lukak, luk. Lukos? Átvették van a versenyben. A dobónak meg... Tehát most már kevesebb van vissza, mint ami eltelt. Ebben a pillanatban. Igen, tehát abszolút pozitívan kell ezt. Úgyhogy nyilván. És már csak ennyit van vissza. És nagyjából hányan vettek eddig részt, számoltátok el? Lesz egy összesítésünk, még erre nem értünk rá, hogy ezt összeszámoljuk. Nyilván itt nagyon pontos kimutatást is kell. Hát én azt mondom neked, hogy ha 4-500-at mondok, akkor ezen nem mondok keveset. Nyilván ugye többen többször visszajönnek, tehát több olyan is van, aki több alkalmat is vállal. Vannak-e érdeklődők, olyanok, akik csak úgy bejönnek, és igen, gondolják, hogy ők igen is egy kicsit vállalnak? Igen, nagyon sokan, és ráadásul nagyon kellemes, pozitív meglepetés volt. Valamelyik nap délután két hölgy, de egymástól függetlenül, de majdnem egy időben, hogy ők jönnének segíteni. És mondtam, hogy ha tényleg segíteni akarsz, akkor visszajössz Fajani négyre. Azt mondta, visszajön. 2 forintot nem adtam volna érte. És visszajött mind a kettő. Úgyhogy igen. És idáig van egy olyan kimutatásunk is, hogy 67 éves volt idáig a legidősebb kulcsul a Carpe Diem Egyesülettől. Úgy segítettük letérdelni, úgy segítettük föl, de azt mondta, ő nyom, és itt van, és jön. Igen. És a legfiatalabb olyan? A legfiatalabb, hát ugye itt 18 év alatt nem engedi meg a szabályzat, tehát ezzel az a baj, de kipróbálni itt volt az előbb. Mennyit az 8 hónap? 8 hónapos volt, van róla fénygép. Igen. Ügyesen csinálták. Igen. Aha. És akkor olyanok vannak, tudod, hogy tényleg nagy létszámmal jöttek sportolók is, de például a Triumph, 33-an jöttek ide, éjjel 1-től reggel 8-ig. Hát ott 2033 nőtt, hogy mi tökörködtünk. Ja, bocsánat. Közéleti emberként nagyon jó részt így segített megszervezni. Másrészt pedig az említett eset miatt is fontosnak tartom az ember figyelmét erre felé. Hogy bárki segít. Ha tudja azt, hogy mi az, amit meg kell tenni addig, amíg egy szakszervezet ki nem ér, tényleg érdekes lehetne.